Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek Dunaharaszti területén. Ismeretlen tettes augusztus 19-én hajnali 3 óra körüli időben egy Kikelet utcai családi ház elől eltulajdonította a Miklós Nándor Vilmos 798 forgalmi rendszámú fekete színű Ford S-Max típusú személygépkocsit. A bűncselekménnyel okozott kár 10 millió forint. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 20-án 19 óra 30 és 23 óra közötti időben egy Lehman Kapitány utcai családi ház melléképületéből eltulajdonított 2 darab agregátort, egy láncfűrészt és egy Simpson típusú segédmotorkerékpárt. A bűncselekménnyel okozott kár 220 ezer forint. Ismeretlen tettes augusztus 20-án 13 óra és 23 óra közötti időben egy Arany János utcában található családi ház 2 lakrészébe ajtóbenyomás módszerével hatolt be, és onnan készpénzt és műszaki cikkeket tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár 700 ezer forint. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 21-ről 22-re bíradó éjszaka egy parkolóvágányon álló hévszerelvényt megrongált úgy, hogy azt festékszóróval lefestette. A rongálással okozott kár 30 ezer forint. A Dunaharaszti rendőrös járőrei augusztus 22-én 5 óra 20 perc körül időben elfogták és előállították P. Szabolcs dunaharaszti lakost, aki 5 óra 10 perc körüli időben egy Arany János utcai üzlet elől eltulajdonított egy kerékpárt a rajta lévő horgász felszereléssel együtt. A lopással okozott kár 45 ezer forint. P. Szabolcsot a rendőrség gyorsított eljárásban bíróság elé állította a lopás szabálysértés elkövetése miatt, ahol a bíróság döntésében 200 ezer forint pénzbírságot szabott ki. Dunaharasztin augusztus 1-e és augusztus 25-e között 7 közlekedési baleset történt, melyből egy súlyos, 2 könnyebb sérüléssel végződött. Augusztus 3-án 17 óra 30 perc körüli időben a főút és Ötvös utca kereszteződésében egy feltehetően ittas férfi a segédmotor kerékpárja irányítása felett elvesztette az uralmát és elesett az úton, ennek következtében sérült meg. Augusztus 6-án 8 óra 30 perc körüli időben egy személygépkocsi közlekedett Dunaharaszti Arany János úton a Baktai tér irányából a határút felé. Haladása során a Mincenti út kereszteződéséhez ért, mely áll elsőbségadás kötelező jelzőtáblával volt biztosítva, ahol neki ütközött a neki jobbról balra a főút irányába közlekedő tehergépkocsinak, mely az ütközést követően a sportpálya kerítésének ütődött. A baleset során személyisérülés nem történt, a járművekben körülbelül 1,5 millió forintos anyagi kár keletkezett. Augusztus 21-én 18 óra 20 perc körüli időben egy betegszállító közlekedett Dunaharaszti lakott területén belül a Némedi úton az 51-es út irányából a főút felé. Haladása során a 94 szám előtt a menetiránya szerinti jobboldali útpatkán leparkolt személygépkocsinak, majd egy reklámtáblának ütközött. A parkoló személygépkocsi vezető oldali ülésén várakozó hölgy és a jobb hátsó ülésen ülő fiatal lány könnyű sérüléseket szenvedtek. A balesetben körülbelül 1 millió forintos anyagi kár keletkezett. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!